Az esküvői és ballagási ajándékokról a Rubin Ékszer Galéria gondoskodik. Tele legekkel, tele trendekkel. A divatban partnerünk az Etele Pláza. A nyakunkon a ballagás és az esküvői szezon, és én azt gondolom, hogy egy ékszer maradandó ajándék tud lenni, igaz? Igen, mindenképp. A ballagás, ugye van az általános iskolások, még azért fiatalabb hölgyek szoktak kapni ajándékot, ott szerintem nem annyira az alkalomhoz kell igazodni, hanem egy emlék, egy olyan, amit későbbiekben is visel, azt nyilván általában a család tudja, hogy mit szeret a kislány. A érettségi ballagásnál már azért komolyabb, ott már arany, vagy akár gyémánt drága kő is lehet az ékszerben. Ezzel szemben az esküvön a mennyasszony már eldöntötte, hogy milyen ruhája lesz, és ahhoz választja az ékszert, ahhoz igazítja, és ott az eseményhez választ ékszert. Éva, annyi mindent készítettél ide ki, hát mennyasszony legyen a talpán, aki tud ebből választani. Milyen szempontokat vegyünk figyelembe? Tudnak a mennyasszonyok választani az esküvői ruha színéhez, illetve a dekoltázs, hogy mit hagy szabadon. Az ezüst és a fehér arany az minden ruhához illik. Mostanában nagyon divatos a rozé arany, illetve az ezüst ékszereket is bevonják ilyen bevonattal, és az ekrű vagy a nem hófehér ruhákhoz nagyon jó, illetve a kreol bőrű mennyasszonyoknak lehet még ajánlani. Ha nyitott a ruhánk, akkor azért egy kicsit látványosabb darabot is lehet viselni, gondolom. Igen, különböző nyakkivágások vannak. Nyilván, amelyik zárt, oda nyakláncot nem ajánlunk, hanem akkor egy hangsúlyosabb fülbevaló. A nagyon nyitott ruháknál igazából nagyobb a mozgástér, tehát akkor lehet bármilyen kis nyaklánc medállal, lehet a gyöngysor is, lehet ilyen jobban belógó, de ezeket inkább a V-kivágású ruhákhoz ajánljuk, és akkor a fülbevaló is igazodhat hozzá, és lehet sokkal hosszabb. Ezt a gyöngyös szettet például mennyasszonyi ruhához el tudod képzelni? Tehát a gyöngy az mindig élik a mennyasszonyi ruhához. Eleve a mennyasszonyi ruha anyaga ilyen szaténos sejem, és a gyöngynek is van egy ilyen csillogása. Ehhez viszont mindenféleképpen gyöngyfülbevalót kell viselnünk, gondolom. Igen, és az már ne legyen köves. Az örömanya milyen ékszert hordjon? Örömanyák nagyon szeretik akár korukból adódóan a sötétkéket, és akkor ahhoz mindenféle sötét, zöldes, szürkés gyöngyöket lehet ajánlani. Többféle színben létezik a gyöngy, puder színben is, azt lehet a koszorús lányoknak is, mert általában az ő ruhájuk is ilyen sejemanyagból van, és ahhoz a gyöngy nagyon illik. És mondjuk kinek ajánlanád ezt a kicsit exkluzívabb darabot? Ez az úgynevezett barokk gyöngy, hát ez mindenképpen, hogyha illik a ruha színéhez és a nyakkivágáshoz, akkor igazából bárki felveheti. A koszorús lányoknak szerinted érdemes ugyanolyan ékszert választani? Hogyha a ruhájuk össze van egyeztetve, akkor az ékszer is legyen hozzáigazítva. Ballagjunk egy kicsit, mit szólsz? Én egyébként ezt a háromszög formát választanám, mert nagyon szeretem a szögletes ékszereket. Azért ez egy nagyon cuki darab. Igen, ez illik a ballagás, az olyan geometriai forma. Legtöbben egyébként szülők szoktak választani ballagási ékszert mondjuk a lányuknak. Jellemzően milyen ékszerben gondolkodhatunk? Ilyenkor érdemes az egész családnak elgondolkodni, hogy milyen ékszert ajándékoznak a ballagónak, mert ez egy örök emlék, és ez már lehet egy komolyabb darab. A gimnáziumi ballagás a felnőtté válással is kapcsolódik össze, ott nyugodtan lehet már drága kő, akkor már egy felnőtt lány azt már tudja viselni, és nyilván a család ismeri, hogy miért szeretne. Itt is fontos, hogy a fülbevaló és a medál az passzoljon, mert később sokkal nehezebb szetben vagy hozzáillőt találni. Azért a fiatalok körében a fehér arany a trendi. Mostanában a sárga aranyhoz is visszatérnek, a fiatalok is. A bizsuknál is divat, de nagyon, nagyon kedvelik a sárga aranyat, gyémántal meg főleg. És a rose gold? Az nagyon divatos, a rose gold fehér kombináció az most a legtrendibb. A mai okostelefonok, kütyük világában szerinted a fiatalok örülnek még ékszernek? A lányok mindenképpen. Fiúknál lehet, hogy szerencsésebb választás valamilyen műszaki termék, mert náluk már kiment a divatból az, hogy pecsétgyűrű, stb. De még ott is vannak opciók. Lányoknak biztos, hogy nagy öröm akármilyen ékszer. Akkor az ékszerünk megvan, most pedig megyek és kiderítem, hogy hogyan lehet csodálatos mosolyunk a nagy napon.